Zsoma? Igen, mondjad. Jó. Na, félek a Zsomaktól, ugye te megmentesz tőle? Én megmentelek tőle. Köszike. Nincs mit. Tehát akkor ugye én összegyűjtöttem összesen 17 000 forintot, és Topiknak a 7 000 forintjával ez a 24 000, kiegésztem 25 000-re, szóval, hogy szép legyen, akkor 25 000 forintról beszélünk. Úgyhogy 25 000 forintot fogok donétálni, úgymond, vagy adományozni a menekültek számára, amennyiben működik az oldal. Magánszemély. Kitöltötte a telefonszámomat. Ezt most nem látta senki, jó? Ez baj! Na jó, ezt kitöltöm, úgyhogy nem látja senki, és berakom remélhetőleg privátba a live-ot. Oh, fenébe. Ne hívjatok ne! Már hívnak. Akkor gyorsan megadom az adataimat. Kaptam egy elismerő oklevelet, srácok, lennék, egy elismerő oklevelet kaptam. A humanitárius válság során bajba jutott támogatások, köszönni a pénzadományodat. Nagyon szívesen. És ez egy nagyon jó kis stream volt, mert minden, de lehet, hogy nem kellett volna ékelni a telefonszámomat, nem baj. Megváltoztatom majd, egy idióta vagyok, így van, de legalább támogattuk egy jó célt, úgyhogy én ennek örülök, és ez a fontos. És hogyha már amúgy is itt vagyunk, akkor most bekapcsoljam, és akkor lehessen telefonálni velem, és akkor úgy csinálunk egy ilyen telefonálós livestreamet. Most már úgyis mindegy. Jó, levettem srácok a repülőgép módot. Eddig 6-al hívtak föl, már hív valaki. Halló? Felvettem és lerakta. Gyertek, srácok, hívjatok. Most már mindegy, srácok. Holnap vagyok a Vodafonehoz és megváltoztató a telefonszámomat. Azért kérde nem fogom most. Gyertek, hívjatok. Most már nem érdekel, ennél rosszabb út se lehet. Halló? Vehetek kilomt. Az a baj, hogy tudnak úgy hívni, hogy közben mással telefonálok. Várj, ez topik lesz. Hello, várj, nem tudlak kihangosítani. Itt vagy? Várjál, nem. Hogy kell? De szar vagy. Nem tudom. Vágjátok, felhívnak mások, miközben valakivel beszélek, és nem tudom, mire kell nyomni. Topikkal beszélt ebbe az előbb. Nem hiszem el. Na, várjatok. Hello? Egészség. Na, hello? Na, végre. Tessék? Ja, csak ez a vizárdal vagyok, beszélgetés van, hogy ilyen megy a topik. Na, szia, igen, felismertem a telefonszámról, hogy gondoltam, hogy te vagy az. Csak az a baj, hogy közben hívnak mások, és nem tudok, hogyan kell azt, hogy benne maradjak a hívásba. Várjál most, de na, nem nyomja ki. Itt vagy? Igen, itt vagyok. Jó, szuper, a másikat elutasítottam, szuper. Hát, köszönöm szépen neked is a támogatást, és elég béna vagyok. Az a baj. Véletlen. Yes. Tessék? Nincs. Ja, hát minden, megváltoztatom a telószámot, csak az a baj, most mindenhova, érted, mindenhova megvan adva a telószámom, az mindenhol meg kell változtassam. Szóval ezért gáz igazából. Ú, de robot hangod van. Robot hang van? Aha, most jó. Hello! Na jó, topik, beszélek másokkal is, köszi szépen. Jó, ciao. Hello! Hali? Marci? Marci, te vagy az? Hello, nem. Nem, szia. Mizu. Hali, Marci? Nem. Jó, megyek tovább. Ciao. Szia. Hello, mi újság? Te vagy az, Zsoma? Én vagyok, igen. Mondjad. Köszönöm szépen. Nem baj, meg fogom változtatni úgyis, szóval no para. Nem, gratulálok az Évihez. Köszönöm szépen. Na, megyek tovább. További szép napot. Nem, szia. Ciao. Hello. Hogy vagy? Hát, kicsit kellemetlenül, hogy kirikáltva a telefonszámomat. Hát, gondolom. Amúgy, szerintem nagyon jó videó, most már szeretem a videó. Köszönöm szépen. Na, szia, nem is zavarlak többet. Ciao, szia. Hali. Hello. Szia. Amúgy bocsi, hogy az előbb leraktam, csak megijedtem, hogy felvetted. Nem para. De amúgy annyit szeretném mondani, hogy te vagy a legjobb, és most is a streamedet nézem. Na hát, köszönöm szépen. Na, ciao. Ciao. Hali? Hello! Hello? Mi a helyzet? Bizárd!
Bocsánat. Igen, felismerem a hangodat, igen, jó, csak először kordította, nem ismertem fel. Béna vagy. Béna vagyok. Eléggé béna vagy, baszki. Hát ez nagyon béna. Ezzel nem tudok mit csinálni. Az a baj. Hát most bemész a Vodafonehoz is. Hát az lesz. Hát de az a baj, hogy nagyon sok helyen a két lépcsős a telószámomra van megadva, meg nagyon sok helyen van megadva a telefonszámom. Szóval ilyen, szerintem csinálok egy új számot, és így átirányíthatom az SMS-eket, vagy valamit, ha lehet ilyet. Nem. Jó kérdés, nem is vannom annyira Vodafont. Nem tudom, valamit meg kell oldjak, mert ez így nem lesz jó. Egész nap hívogatni fognak. Nyugi, repülőgép módban leszek. Jó, de akkor meg a telefonot mondod, de jó internetet nem fogod használni. Basszus, tényleg? A fenén. Ja nem, hát az izé, wifi-esen. Nem, be tudok menni, izé, ilyen nezavarnak módba be tudom rakni magam. Hát attól függetlenül folyamatosan hívogatnak. De az aztán automatikusan lerakja őket egyébként. Kérdés. Na megyek tovább, vizet, még Marcival is akarok beszélni. Ciao, ciao. Hali? Hello, szia. Ciao, Marci? Ja, igen. Na, szerencsétlen vagyok. Észrevettem. Most már nem leszek elit, aki tudja a telefonszámodat. Jó, de te is csak a izé miatt, Gmail miatt tudtad. Hát meg a izé volt kint a weboldalnál. Ja igen, tényleg. Hát mindegy, de te nem hívogattál, az nagyobb probléma, hogy kint van az interneten. Kicsit. Én szerencsétlennek lenni. Hát, nagyon. Nagyon szerencsétlen vagyok. Mindegy, valamit kitalálok majd. Hát, telefonszámváltoztatás, más nem tud. Hát jó, de ha megvan adva valahol két lépcsősnek, akkor azzal mit csinálok? Hát átadod írni, nem? Hát, de úgy írom át, ha még nincs meg a másik telefonszám? Jó, kedves. Meg apám nevén van a számla. Hát csináltad egy másik telefonszámot, aztán letéted a hívásokat. Biztos le lehet valahogy tiltani a hívásokat, hogy ne tudjanak hívni. Az a baj, mindenkinek meg kell adnom így. Mindegy, valamit kitalálok majd, valamit csak meg lehet csinálni, majd apámat fel kell hívjam. Valamit biztos tudnak csinálni bent a Vodafonnál. Valamit biztos tudnak csinálni, szerintem is. Béna vagyok. Na, menjek, Marci, beszélj még egy pár ember, aztán folytatom a streamet még. Na, ciao. Hali? Szia, Zomat. Hello. Hello. Lehet ön promózni? Nem. Oké. Más valamit? Hát, szia. Mi volt? Hello. Szia, Zomat. Ciao. Épp nézem, ugye nézem tabletre a streamet, és vörös keresztre eltudod ott a telefonszámot. Hát... Igen, sajnos. Trobócsetre úgy kiírta valaki a telefonszámodat. Nem, az nem, senki olyan nem írta még ki, ami jó telefonszámot írt, szóval nyugi. Ja. Úgyhogy nem. Mert én azt hittem, hogy azt írt, aki meg ilyen számokat írt ki. Nem, szerencsére nem. Meg folyamatosan pityeg a telefonom amúgy, mert mások is hívnak, miközben hívásba vagyok. Igen, nézem a streamre a telefonon. Ja. Na, köszi szépen. Ciao, ciao. Hali. Szia! Ali. Zsoma? Igen? Mondjad. Jó! Na, félek a Zsomaktól, ugye te megmentesz tőle? Én megmentelek tőle. Köszike! Nincs mit. Na, menjek tovább, beszélj másokkal is. Oké, okay, ciao. Na, félkéz varjol, köszi szépen az 10 000 manát. Hali? Még annyit akartam volna kérdezni, hogy egy trógon visszanézhető lesz az a live? Hát, nem hiszem, nem mert hiszem. Mert van a kis tesóm, a Máté, és ő is imádja önt, és ha mondom neki, akkor nem fogja elhinni, hogy önnel beszélt, szóval... Lesz belőle videó szerintem, vagy lehet, hogy kivágom azt a részt, ahol benne van a telefonszámom, és akkor azt úgy meg felrakom. YouTube-ra. Rendben. Úgyhogy nyugi, lesz. Valamit kitalálok. Rendben. Na további szép napot. Köszi, ciao. Ciao. Szia. Milyen úri ember volt? Hello. Na, szia. Szia. Ember papi vagyok. Kicsoda? Ember papi vagyok. És Roli a best amúgy. És üdvözlöm a live nézőket. És Pirti OP. Ennyit akartam. Hello. Köszönöm szépen. Hello. 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 Szia! Szia! Mizu! Minden rendben veled? Én velem is minden rendben van. Sajnálom, kiíródott a telefonszámod. Én is sajnálom. Na, nem is zavarlak tovább. Szia! Ciao! Halló! Szia! Visszajöttem, mert eszembe jutott, hogy túl sok kinder tojást tettél, és vigyázz, mert rád fognak menni a bébi hadsereg. Csak kettőt tettem, az még nem olyan sok.
Hani, halló, halló. Halló, halló. Jesusom, úristen. Jesusom. Ezt se hittem volna. Hát én sem. Hát, hogy csináltad azt, hogy mit? Így kiírtad a mobil számodat, fogalmasítsd. Béna vagyok úgy. Béna vagyok. Nagyon szakadozol, de biztos. Lehet azért, mert itt a papagájom is azt hallod. Nem, az adás szakadozik. Nem a papagájoddal van a baj. Ja, az meg lehet, hogy a dadogásom miatt van. Nem, nem, a vétel szakadozik. Nem miattad van, nem is a papagáj miatt. Nyugi. Hát akkor szakta. Nem baj, na megyek tovább na, még. Minden. Ciao, ciao. Halló. Csöcsö, hello. Hello, Mizu. Hallod, én ezt nem hiszem el. Hát én sem. Hát én sem hiszem el. Csá. Mizu. Na jó, elég volt a gyerek napból. Elég volt a gyerek napból, srácok. Berakom magam repülőgép üzemmódba. SMS-eket még nem kezdtetek el írogatni szerintem. Na, vége van a gyerek napnak, srácok, lányok. Valamit ezzel minél hamarabb kezdenem kell. Szerintem, hát lehet, hogy ma bemegyek. Úgyhogy mindegy, megoldom valahogy ezt a problémát mindenféleképpen. Béna vagyok. Kifejezetten béna vagyok. De nem baj, 25 000 forintot összegyűjtöttünk. Van még itt 6 kinder tojás. Ez nagyon hiányzott így a mai napra. De mindegy, legalább beszéltem veletek egy kicsikét egyébként.